De most komolyan, akkor ön ki maga? Jó, álljunk le. Nem félnek, hó, olyan lesz, mint Woodstockban? Itt nincsen horgászat. De akkor mi van? Sajnos lemaradtunk a koncertről. Mutassuk meg, hogy Chihuahua Security, hát hogy azért a csúcsbord beleteszi a kannába. Hol vannak a reklámok erről a fesztiválról? Izgatottak? Nagyon. Tudom, hogy úgy sem megy. És neked milyen a fishinget? Fog? Üdvözlöm a berlini magyar tévé nézőit innen Orfűről, a Fishingon Orfű nagy nemzetközi horgászfesztiválról, ahol nagy nemzetek mérik össze pecás tudásukat. Itt ebben a mögöttem látható kempingben, panoráma kempingben laknak a pecások, akik még hallható, hogy csend van, mert a horgászok nem lámások. Ti milyen hára mentek itt a horgászfesztiválon? Az egy berlini utcajelző, ez az Ampelmännchen. Nagy öröm lesz a berlini magyar tévénézőknek, Ampelmännchen a pólón, itt a Fishingon Orfű horgászfesztiválon. Csak annyi, hogy én otthon hagytam Berlinbe a botomat, mert a berlini magyar tévének forgatunk, hogy nem tudja, hol van itt, hol lehet itt bérelni horgászfelszerelés? Nem tudom. Szerintem egy balra az első utcán. Ja, jó, oké, akkor azt megnézzük. De miért nevetnek? Mindenki nevet, akit kérdezek, hogy mi a gond? Nem. Nekem kéne egy ilyen rezgős, picces bot, azt hol tudok itt beszerezni, mert Berlinbe hagytam. Mi nem lehet a pecásokkal komolyan beszélni, én ezt nem értem. Itt ez megy, megkérdezem és nevetnek. Röhely, komolyan. Elnézést, szabad egy rövid kérdés? Hóg, önök milyen hára mennek itt a Fishingon Orfű Horgász Fesztiválon? A tavalyi győztest keressük, a Fishkinget, hogy ő merre van. Tavalyi Fishking? Ó, hát én nem tudom. De hogy itt a horgászfesztiválon a Fishingon Orfűn ti milyen kategóriába indultok? Nincsen horgászat. Hogyan? Itt nincsen horgászat. Ez egy zenei fesztivál. Mi se te? Ez egy zenei fesztivál. Jó, álljunk le. Álljunk le. Jó. Akkor köszi. Nincs mit, szép napot. Nem, ez nem egy horgászati fesztivál. Itt nem horgásznak. Hát akkor megfejtem a zenei fesztivál titkát, a Fishingon Orfű zenei fesztivál, mint kiderült. Hát akkor lássuk a nagy színpadot, a VIP-t, a VIP-VIP-t, és nézzük meg akkor, hogy milyen kis hostess ajándékokat lehet kapni, kicsi italok, vagy ilyesmi. Ez ilyen kis snapchen, az mindig jól esik az embernek. És akkor, hogy hát ha találunk még vállalatigazgatókat a VIP-be, vagy politikusokat, stb., vessük bele magunkat a forgatagba. Tartsanak velem! Bocsánat, elnézést, ilyen hostess ajándékokat keresünk, merre lehetnek? Nem tudjuk. Tehát ilyen ingyen kis ajándékok, ilyen üdítő, meg jelvények. Nem tudok róla. Rengeteg ajándék van itt. Csak körbe kell nézni egy kicsit a természet lágyülén. És a VIP az merre van? Kéne szponzort találnom így a berlini magyar tévének, és akkor azért, hogy itt van egyáltalán VIP, mert nem láttam a térképen. Nem tudom. Hogyan? Szerintünk nincs. Te milyen jársz erre a fesztiválra? Már csak itt van egyedül élvezhető zenei felhozatal Magyarországon. Jó, és Avicii az hánykor kezdődik, vagy hol? Majd a David Guetta után fog föllépni, majd a tűzhöz közelhez nagyjából úgy hajnali 4 órakor. Aha. Na, szuper, akkor ő is van. Jó. És hol vannak a reklámok erről a fesztiválról? Mert nem látok ilyen nagy reklámmolinókat. Meg az ilyenek. Azért van, mert szerencsére a Fishing az még nem kurvult el, és azért például a nagy színpadon is
külön megszavaztatták, hogy mi legyen a neve, szóval azért nem Borsi nagy színpad, meg Pepsi nagy színpad van, mert ilyen jellegű támogatókat nem fogadnak el, és azért szerencsére nincsen tele rakva semmi reklámmal, meg ilyenek a fesztivál. De hogy akkor nem féltek, hogy így akkor egyszer csak ilyen valami mákátlan dolgot vásároltok, mert nem tudjátok, hogy mit kell venni? Hát igazából most is csak fröccsöt kérek, és fogalmam sincs, hogy milyen márkájú. Miért van itt ekkora nyugalom? Hát egy fesztiválon ott szokott lenni ilyen hangfál, meg óriás kivetítő. Egy csomó program van mindenfelé, de csendes programok, kellemes, kikapcsolódós. Akkor ez valószínűleg direkt van, nem? Lehet, mindenki jogázik. De akkor ez egy koncepció? Szervezőket kell kérdezni. A mi vendégeink ide szórakozni jönnek és kikapcsolódni, és pont ezért van az, hogy ne dübörögjön mindenhol minden, ne villogjon mindenhol minden, ne legyenek reklámok, ne legyenek hostessek. Tudatos. Abszolút. Tudatosan ezt választottuk. Az ellen vagyunk, hogy marketing és egyéb ilyen céllal itt zaklassák a vendégeinket. Pont az a jó a fishingben, hogy itt eljössz és 4 napig nem találkozol ilyen dolgokkal. Elég durva, hogy ez egyrészt, hogy értem, nem is rossz. Én mondjuk jobban szeretem az ilyen duva fesztiválokat, ahol szól a zene, mert én otthon nem tudok olyan jó. Otthon se tudok csembe ülni, azt akartam mondani, mert a szomszédok miatt nem lehet hangosan zenét hallgatni. Hát itt is lesz duva, de majd a hajnalban. Pillanat VIP nem, nincsen, azt kerestem a térképen, mert én szeretem a VIP-t. Hogy akkor hol fogok tudni találkozni ilyen gyárigazgatókkal? Hát meg nem nagyon vannak itt olyanok. A VIP-t mi VIP-nak hívjuk, de igazából abszolút funkcionális helye a fesztiválnak, ahol a fellépők és az ott dolgozók tudnak pihenni, találkozni, egy kicsit nyugalomba időt eltölteni. Aha. Szóval, hogy ez nem a celebritásoknak vagy a publikumnak szól, hanem tényleg az itt fellépőknek meg az itt dolgozóknak. Azt értem, hogy sok minden nincs, és ez koncepció, de akkor mi van? Mi van amikor, ami speckó? Hát a fishing alapvető koncepció az, hogy legyen egy szuper jó könnyűzenei fesztivál, ahol nagyon jó zenekarok játszanak, nagyon jó szóló színpadon, nagyon kedves embereknek, és igazából e köré épül minden más, de ez az alap, tehát hogy ez a legfontosabb, hogy ezen a csodálatos helyszínen ez a 9000 vendég nagyon jó koncerteket nézhessen meg, és tényleg szuper jól érezze magát. Aha. És mindig is ez marad a fő koncepció. Mi egy olyan rendezvényt akartunk mindig is, és akarunk a jövőbe is csinálni, amire mi is szívesen elmennénk. Tehát, hogy igazából ebből ered minden olyan döntés, amit már érintettünk. Itt a helyi Bürgermeister Amban megkérdezzük Orfű polgármesterét is a fesztiválról. Nem félnek, hogy olyan lesz, mint Woodstockban, ott is azért rengeteg ilyen fiatal elárasztotta a kis falut, Woodstockot, és ott azért akkor nem félnek, hogy így akkor mindenhol csokolózni fognak, vagy ilyenek. Mi örülünk neki, most körülnéz a településünkön, tele van vidám fiatalokkal, ülnek a szép gyepjeinken, és jól érzik magunkat, és ez egy jó érzés, mi turisztikából megélni kívánó település vagyunk, és ide jönnek az emberek, jól érzik magunkat, ez nekünk jó. Bizonyították a fiatalok, hogy rendesek? Igen, bizonyították. 15. alkalommal van, de első alkalommal sem féltünk, mert korrekt, jó csapat jött, keresett meg minket, hogy itt ezt megkívánják szervezni. Akkor ez egy ilyen win-win szitu, nyertek. Én úgy gondolom, hogy az. Prima. Köszönjük szépen az interjút, legjobbakat, és akkor drukkolunk, hogy minden rendben legyen akkor. Viszontlátásra. Lehet rajongani is a berlini magyar tévé? Lehet, persze. Még sosem találkoztam a berlini magyar tévével, de nagyon örülök, hogy végre személyesen is. Már hogy ön már látott tőlük anyagot? Rengeteget. Milyen ez a fesztivál? Ez a fesztivál nagyon jó. Azt szeretem benne, hogy annak idején úgy indult, hogy egy ilyen kicsi barátság. Bocsánat, csak egy lódarázs volt, és nagyon félek tőle. Erre kell lemenni, a fesztivál területén kívül van az úgynevezett úszószínpad, most oda lenézünk akkor. Sajnos lemaradtunk a koncertről, mert más dolgokkal voltunk elfoglalva. Itt bont a zenekar, de látszik, hogy itt volt az úszószínpad, és itt most mennek szét a népek. Nagyon sajnálom, ez riporterként is
roppant kellemetlen, de hát ez, mutassuk meg, milyen sok népek vannak itt még. Forogjunk, igen, úgy, csináljunk egy ilyen svenket. Igen. Ti, nektek milyen volt a koncert? Nagyon, nagyon jó volt, mi kimondottan a kerekesben miatt jöttünk Orfűre. Aha. És hát nagyon jól elvájboltunk rá, úgyhogy egy kis lájtos volt, kis kecsapos, kómás, ilyen. Hú, hogy van, hogy így az együttes itt akkor új értelmet nyer a stage diving itt, vagy hogy van, bedobtak valakit a vízbe? Mi is azon filóztunk egyébként, hogy hogy jönnek ilyenkor vissza. Mutassuk őket. Meg. De most tulajdonképpen azért lehet látni, hogy kobozzal átúszni ezen a vízen, azért eléggé kemény lehet. Ott van a csónak mögötte. A hód, jaj, hát akkor az milyen már? Hát én akkor csalnak. Üzenjük a berlini magyaroknak, hogy erre a fesztiválra megéri hazajönni. Igen, de Berlinben jó a technó, berlini magyarok, gyertek haza! Prima. Megpuszítta a mikrofont. Na, ilyen se volt még. Oké. Máshol is voltatok már ilyen... úszós színpad koncerten? Még soha. Tavaly voltunk Orfűn, és akkor volt még csak ilyen, akkor voltam itt először. Vízi színpadon, máskor meg soha nem voltam, de tavaly is nagyon jó volt, és most is minden nap itt leszünk a vízi színpadnál. Küzdensz valamit a berlini magyar tévénézőknek? Persze, egyértelműen, fél spász, meg minden. Sziasztok! Most akkor, most délután elindult már azért a program, látszik, hogy van azért hangerő, itt az első koncert a Budapest Bárma, és nincs reklám sehol a színpad körül. Itt a zene fontos. Azt mondják, hogy ez egy másfajta fesztivál, hogy a kidobók is másfajtából vannak faragva, vagy hogy másként, hogy kell ezt elképzelni? Sziasztok, Kormány Miklósnak hívnak, a fesztiválnak vagyok az egyik biztonsági vezetője. Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy ez az ország szerintem egyik legbarátságosabb fesztiválja. Aha. Teljesen emberbarátiak a biztonsági őrök, nagyon kedvesek, nagyon rugalmasak vagyunk nekünk. Az a célunk, hogy itt a vendégek jól érzik magukat, és ne féljenek tőlünk. Aha. És akkor ezt hogy kell elképzelni, hogy akkor van olyan, hogy valaki kidobja a szemetet a szemedbe, és akkor hogy megdicséritek, mint egy jó apuka, vagy mondjuk, hogyha nem hívott olyan sokat, akkor hazafelé megveregetitek a vállat, hogy jó van, ügyes vagy, nem ittál olyan sokat, nem basztál benne agyon. Majdnem így néz ki, de nem teljesen. Igazániban az lényeg, hogy ha itt valaki iszik, akkor inkább ránézünk arra, hogy rendben van-e, stabil odafekvésbe tesszük, fölpofozzuk, hogyha kell, megitatjuk hideg vízzel, elvisszük a mentősökhöz. Aha. Igazániból ezt akarja. Aha. Meg hogy ugye eleve az van írva, mutassuk meg, hogy Chihuahua Security, hát hogy azért az ilyen izmos, erős embereknek ilyen öniróniája van azért, az nagyon jó az pont. Az, hogy imádjuk az állatokat, és minden szekusnak van egy Chihuahua kutyája. Ezért. Ez durva. Nagyon. Nem pitbullok vannak nálatok? Nem, mi Chihuahua, mi nagyon barátiak vagyunk, és a Chihuahua egy nagyon-nagyon kedves állat, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy mi is chihuahuázni fogunk. Chihuahua Security, és nem fogtok megharagudni, ha csinálok egy Katica Security-t, hogyha akkor nem lesz baj, hogy akkor hát, nem bántok? Hát figyelj, én azt gondolom, a Chihuahua erősebb, mint a Katica, úgyhogy azért. Szerintem nem lesz belőle baj. Nyugodtan. Csak vérem már is fog, a zsebem üres lett, de viszont piros lett az orr. Most nem gondolkodom, a kordot felrugom, hogy miből fizettem az albérletet, nem tudom. Itt ez a kis hangulatos kis présház, ez csak az egyik része a borfalunak, az úgynevezett borfalunak. Itt vagyunk a hegy tetején. Itt látszik, tehát minőségi borok vannak itt, de azért mutatom a hoppá, tájat tovább is. Elég szép itt a mecseknek így a lankái mögöttem. És akkor ez a borfalu, ahol baranyai, pécsi, szekszárdi, meg villányi borok vannak, minőségi borok. Nézzük beljebb. Ott, nézd oda, ott töltik, látod? De az mi az? Kannásbor? Nem, ez minőségi bor. A csúcsborászaton vagytok, ettől feljebb már nincsen. De miért teszitek akkor kannába? Mutasd meg, a csúcsbort beleteszi a kannába. A csúcsbor is kannában ugyanolyan finom, és azért jó, mert a vendégeink azok tudják magukkal cipelni a minőségi italt. Aha, akkor ez egy hordozható minőségi bor. Persze, egyértelműen. Sziasztok. Szekszárdiak, vagy villányak, vagy siklós villány. Egyszerre megy bele a szóda is, meg a fehér, és már kész is. Nagyon finom. Parancsoljon. De prima bor, egy deci
száraz fehér bort szeretnék, ami ön szerint a legfinomabb. Rendben. Ó, nagyon finom. Ennyire rossz? Nagyon finom. Sziasztok! Művész úr, egy közös képet szeretnénk. Ja, hát persze, hó, hógyám. Hát így, így, hogy csak álljuk össze. Ja, de azt hittem, ja, hogy ott a ti kamerátok. Igen, aha. Igen. Nagyon köszönöm, uraim. Köszönjük szépen. Legjobbakat. Sziasztok. Nagyon komoly a hangulat ebben az alkonyati fényben, itt a hegy tetején a kis színpadnál. Ez a Borgfalu színpad. Nagyon szépen köszönjük. Napot a minifishingre nem megy valaki önök közül? Megyünk. Tavaly volt. Tavaly jó volt? Tavaly nagyon jó volt. Tavaly olyan volt, mint a sima fishing, csak nem tudtam jönni a simára. De miért a simin hány éves kor, simán hány éves korod óta jársz? 7. Ja, igen. Jó. Úgy stimmel, jó, úgy stimmel akkor. Tehát olyan volt, mint 7 évesen, mert nem volt olyan sok ember, meg laza volt. Igen. Tavaly előtt voltunk. És milyen volt? Jó volt, olyan volt, mint egy fishing. A mini fishingre jöttök? Tervezzük. Én nagyon szeretnék jönni, mert ugye még már délőtt elmondtam, hogy nagyjából ez az egyetlen hazai fesztivál, amit még lehet élvezni. Számunkra, az öregeknek. Aha. Öregeknek, igen, az frankó. Miért akartok jönni a mini fishingre? Tök szép a környezet, szép a hely, és valószínűleg arra fog emlékezni, hogy milyen volt 10 évvel ezelőtt. Sokkal családiasabb lesz valószínűleg. Aha. Te is így gondolod, hogy ne hagyjuk ki a hölgyeket? Kitakartam a fejedet ezzel a nagy mikrofonnal. Igen, mi is azért tervezünk jönni, mert hogy szép a környezet, meg hát hangulatos nagyon, meg itt a víz a közelben. Már hogy mire terveztek jönni? Hát a minifishingre. De ez így elég reklámszagú, hogy ti tényleg ennyire bírjátok ezt az egészet? Mi nagyon szeretjük. Igen. Az hány évre visszamenőleg? Mutasd már meg. Sajnos csak a 17-es a legrégebbi most jelenleg. Többit anyukád levágta álmodba, vagy mi? Ő. Nem igaz. Nagyon le akartam vágni, de nem engedte. És milyen egy ilyen kis tök kunyhóba, mint a Futrinka utcába, hát vagy a... egy sátor, csak egy kicsit fixebb. Aha. Meg van benne konnektor, meg áram, meg aha, lámpa. Meg minden. Sziasztok. Meg zár. Az mondjuk tök jó, nem? Akkor nyugodtabban alszik a férfi. Igen. Ilyenbe aludnék, akkor baltát ott tartanám az ágy alatt, azt tuti. Mi nem tartjuk itt. Nincs itt balta. Önnek is tetszik, vagy az uha rá akarta maga arra ezt erőszak? Nem, nekem is tetszik, mert sokadik éve vagyunk itt, úgyhogy... Ugyanaz a kuli pintyó megvan? Harmadik éve ugyanebben a kis. És akkor mi, akkor januárban így rácsörögnek a kempingre, hogy a 76-os kuli pintyót szeretném kérni? Az 5-ös számú minikabírra megyünk mindig, amint indul a jegystart. Oké, prima, jó bulizást! Köszönjük szépen! Játék! Játék kérdések a következők, ABCD-ből lehet választani. Hány szúnyog eszik a meccsekben egy légköbméterre? A. 2, B. 4, C. 55, D. 316. Nekem az 55, az, ne, az megtetszett. Igen, igen. Tehát D. Igen. Na, A, B, C. Akkor C. Legyen a C. Oké, C megjelöljük. Megjelöljük a grafika. Vágó úr. Megnyert? Okay.
izgatottak? Nagyon. Okay. Prima. Köszönjük szépen a játékot. Köszönjük szépen. Legjobbakat és jó bulizást akkor mára. Minden jót. Szervusztok. Fantasztikus ez a fiatalság. Köszönöm, én nem kértem ilyet. Hát... Olyan nagy svunggal jött az úr. Tényleg nem kellett volna. Bort szívesen felajánlok, de ételt nem. Nagyon köszönöm az interjút, üdítő volt. Igen, és neked milyen a fishinget? Hogy mi is kérdezzünk. Hát nekem nagyon érdekes a fishingem, mert úgy jöttem ide, hogy azt hittem, hogy horgász, ilyen nemzetközi horgászverseny, és akkor kiderült 10 perc alatt, hogy nem az. Újra kellett mindent installálni, akkor kiderült, hogy ja, hogy ez ilyen, nem értettem, hogy miért nincsenek hostessek. Nem értettem, miért nincsenek dum-dum-dum délelőtt. Nem értettem, hol a lézerfény, meg a bungee jumping, meg a... És akkor elmagyaráztak lassan, meg aztán az itteni ilyen... hogy hívják, sajtó főnök is, hogy ez nem úgy van, ez nem olyan fesztivál, úgyhogy én mostanra hangolódtam rá, hogy lehet csendesebben, ez olyan, mint a slow food, hogy nem kell gyorsan enni, hanem lehet lassan. Na szóval így, köszönöm az interjút, szevasztok! Prima, jó étvágyat! Ó, rajta állsz a mikrofon! Ez nem probléma! Nem probléma! Egy krumplit kérek. Köszönöm, jó étvágyat, szervusztok! Prima. Jó estét kívánok, azt szeretnénk kérdezni, hogy ön ki, és milyen együttessel érkeztek a fesztiválra? Én Lovasi András vagyok, és a Kispál és a Borz nevezetű méltán híres, legendás zenekarral érkeztem a fesztiválra, úgy, ahogy szoktam általában, mert hogy én mindig játszom itt. És hogyan került ide? Én alapból mindig itt vagyok. Én nem is nagyon mozdulok el innen, néha elmegyek máshol is koncertezni, de alapvetően a szervezők között is vagyok, úgyhogy ezért is én mindig játszom ezt saját kikötésem, hogy ja, mert hogy játszom. Azt hittem, hogy esetleg valaki ide szólt akkor a meccsekből, hogy akkor magukat tolják be. Szépen, egész területet megvettük, úgyhogy itt alapból, itt lakom szinte. Így jött, nekem nem kellett messziről jönnöm. Okay. Én innen szoktam elmenni. Nem prima. Itt vagyok itt. Oké. És mikor fognak föllépni? Hát, legközelebb jövőre. Majd most végeztünk. De most Quimby koncert volt. Mi? Quimby koncert volt, nem Lovasi. Tényleg? Aha. Hát akkor valami időzavarba kerültem. Most akkor... ha maga ugrat, akkor engem. Hölgyem és uraim, nem tudom, tehát, ha valakit megkérdeznek, hogy kicsoda, és akkor maga akkor a Quimby? Ből van valaki? Hát akkor most lebuktam. Jó, akkor álljunk meg, akkor... De most komolyan, akkor ön ki maga? Igen, hogy akartál egy interjút, mivel kapcsolatban szerettél volna interjút? Mivel kapcsolatban csináltál volna? Úgysem, tudom, hogy úgysem megy, De látom, hogy pirosan kéne világítani, és nem világít pirosan. Vannak emberek, akik egyszer jobban értenek a szakmához, mint mi, és ők akarnak egy interjút. Hadd nézzem meg, hogy megyek. Hát ez hihetetlen, tényleg, tehát, hogy... Tényleg megy. Ugye? Hát jó. Na most akkor megnyugodtál. Igen. És miről kérdezzelek? Mivel kapcsolatban szeretnék? Bármivel kérdezhetsz engem. Hát szevasztok, gyertek, ti is válaszolhatok. Nem, hát nem tudok egyszerre. Most te miről szeretnél beszélgetni? Mert mondtad, hogy szeretnéd, hogyha kérdeznélek. Hát én most hirtelen már miről beszélgessünk? Miről beszélgessünk? Mit gondolsz? Hogy tetszett, ez elég sablon, nem? Hogy tetszettek a koncert? Nem olyan egyszerű ez a műfaj. De azért, mert neked kell kérdezned. Például, hogy tetszett ez a koncert? És én válaszolok rá. Nekem de ha nem kérdezel, de ne kérdezz nekem tőlem, tetszett. De kérdezz valamit, és én válaszolok. Ez így működik, nem? Tudtam, hogy baj lesz belőle, hogyha a hölgyet ide engedem. De nagyon cuki volt. Nekem egy nagy kérdője.
Egy kurva nagy kérdőjelre, hát ne járkálj! Vagy... De már nincs már, nem vagy már benne arra. Hát mert befejeztük mára. Hát akkor tedd el a zsebedbe. Jó, akkor hölgyeim és uraim, ezzel búcsúzunk. István Kovács, Berlini Magyar TV, Fishing on Orfű Fesztivál, és ne felejtsék el, hogy lesz ez a mini fishing fesztivál, ami hogyha valaki lemaradt erről, vagy nem tudott eljönni másokból oda, még elmehet, nézzék meg ide, ki lesz írva, hogy mikor van a mini fishing, és akkor ezzel búcsúzunk. Még egyszer, minden jót! Minden jót. És ez már munkaidő után történt, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy megállítottál, nagyon cuki vagy. Tényleg? Nem, én állítottalak meg téged! Tulajdonképpen. Prima! Viszontlátásra, minden jót, István Kovács. Fishing on Orfű. Pécs. Orfű. Orfű! Javítottam Orfű. Zseniális! Fél spász, meg minden. Sziasztok!